Terroroszország inváziójának 882. napján a Kurákove irányában történt eseményekkel foglalkozunk. Itt az oroszok átcsoportosították erőiket a Konstantinivka elleni támadásai kudarca után, és újabb offenzívát indítottak a térségben, ezúttal más irányra helyezve a hangsúlyt. Az ukránok tisztában vannak az oroszok taktikai céljaival, ezért igyekeztek a terv minden egyes szakaszában módszeresen ellensúlyozni a támadás lépéseit. A fő orosz cél ebben a térségben a T0524-es helyi út elérése. Ezzel kívánnak komoly zavarokat okozni az ukrán logisztikában Konstantinivka és Vuledár között. Bár van egy másik utánpótlási út is Vuledár felé, a T0524-es a kedvezőbb útvonal, így az ukrán erők is jó részt ezt használták eddig. A lőszer, gyógyszer, élelmiszer és a váltócsapatok ezen az úton keresztül érkeztek a Vuledári erődítmény védőihez, amely már számos gépesített orosz támadást állt ki, és súlyos veszteségeket okozott az agresszornak. A Vuledárba vezető utánpótlási út megszakítása döntő lépésnek bizonyulhat az oroszok számára, hogy végül elfoglalják ezt az ukrán erődítményt, vagy ha ez nem megy, legalább elszigeteljék, és a védőket távozásra kényszerítsék. Az ukránok a frontvonal ezen szakaszán kialakult rövid taktikai szünetet arra használták fel, hogy tovább őrizzék a helyi légi úgy, hogy továbbra is vadásznak az orosz légvédelmi eszközökre a rendelkezésre álló fegyverrendszereik ható távolságán belül. Az ukrán katonai bloggerek által közzétett geolokációs felvételeken az látható, ahogy egy orosz S-300V légvédelmi rendszert az ukránok kazettás lőszerrel ellátott HIMARS rakétákkal támadják. Az ilyen csapásokról eddig készült egyik legrészletesebb videón az is megfigyelhető, ahogyan a rendszer különböző elemeit külön-külön, de többször is célba veszik ezekkel a rendkívül hatékony nyugati lőszerekkel. Ennek következtében a felvételeken az is jól látható, hogy a rakétaindítók, a radar és a parancsnoki központ is megsemmisül. Az akcióról készült eredeti, cenzúrázatlan felvételek a Telegram csatornánkon találhatók. A jelentés leírásában látható linkre kattintva nézhetitek meg ezeket. Ezzel párhuzamosan Konstantinivka környékén mindkét oldal újra megindította egymás ellen a szárazföldi támadásokat. A 79. légides szantandár ukrán drón több geolokációs videót tettek közzé, amelyeken az látható, hogy hogyan veszik célba az ellenséges tankokat, Páncérozott csapatszállító járműveket, és a gyalogságot FPV drónokkal és a drónok által ledobott gránátokkal. A frontvonalon lévő oroszok ellátását úgy próbálták tovább gyengíteni, hogy csapásokat hajtottak végre az Urál utánpótlás szállító teherautók ellen, ahogy az ezen a videón is látható. Az egyik legérdekesebb klip az ukrán különleges erők OPFOR zászlójának jóvoltából készült. Ezen az látható, hogy hogyan hajtanak végre egy műveletet a falutól délre lévő fasor megtisztítására. Röviddel az első lövés eldördülése után egy ukrán tankot eltalál egy orosz kamikázedrón, és felgyújtja azt. A harckocsi legénységének egyik tagja rendkívüli hidegvérrel cselekedett, amikor felugrott az égő járműre, és elkezdte oltani a tüzet. Nem sokkal később a harckocsi biztonságos helyre tudott vonulni, köszönhetően a katona bátor és határozott cselekedetének, amely nem csak a legénység életét mentette meg, hanem az értékes eszközt is megóvta. Az ukránok által Konstantinivka körül létrehozott masszív védelem arra kényszerítette az oroszokat, hogy délebre, Vogyáne falu közelében próbálkozzanak újabb meglepetésszerű manőverrel. Ekkor mindkét oldal elemzői felhorkantak az oroszok jelentős előre nyomulását látva a kulcsfontosságú T0524-es út felé. Az elmúlt napokban közzétett egyik geolokalizált felvételen egy orosz páncélozott jármű látható, amely nagy sebességgel halad előre a fasor mentén egészen az út közelében található pontig, több kilométerre a korábban becsült frontvonaltól. A jármű könnyű előrehaladása és annak sebessége arra utalnak, hogy az oroszok valószínűleg további állásokat tartanak a Vuledártól keletre fekvő mezőn, és fedezni tudták a járművet, miközben az előre nyomult. A műhold felvételek további megsemmisített orosz járműveket mutatnak ugyanazon a fasoron, ami megerősíti azt a feltételezést, hogy a támadók tovább nyomultak előre ezen a területen. Orosz katonai bloggerek már régóta azt hangsúlyozzák, hogy Vuledár térségében az elsődleges taktikai cél az, hogy erőik elérjék ezt az utat, és megzavarják a Vuledárba irányuló ukrán utánpótlást. Egyikük azt is állította, hogy az elkövetkező napokban fokozott támadó erőfeszítéseket vár az orosz erők részéről egy taktikai cél támogatása érdekében. Ezt az állítást részben megerősítette az ukrán vezérkar hivatalos közleménye, amely arról számolt be, hogy a Konstantinivka és Vodjane közelében végrehajtott orosz szárazföldi támadások száma továbbra is magas, még akkor is, ha egyelőre mindegyiket sikeresen visszaverték. Ezt vizuálisan is megerősíti több a területről készült geolokációs videó, amelyen ukrán védők drónokkal és tüzérséggel semmisítik meg az ellenséges gépesített támadásokat. Összefoglalva, az oroszok ismét Kurachove irányába koncentrálták erőiket, hogy megpróbálják végre elfoglalni a Vuledár felé vezető utánpótlási útvonalat. Ez a Donetszki kisváros az elmúlt két és fél év során szimbólummá vált, amely nem csak az ukránok hősies ellenállását, hanem az oroszok által újból és újból végrehajtott öngyilkos támadások során elszenvedett súlyos veszteségeket is jelképezi. Azáltal, hogy az orkoknak majdnem sikerült megszerezniük az a kulcsfontosságú út felett, széles körben elterjedt az a feltételezés, hogy az agresszor megpróbálkozik majd egy újabb támadással ebbe az irányba, még ha annak súlyos ára is lesz. Buledár és utánpótlási útvonalainak stratégiai jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni ezokból mindkét fél kész jelentős veszteségeket is vállalni, hogy elérje céljait ezen a már eddig is rendkívül véráztatta területen. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.